La 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 la
halál. Ugye? Emlékeztek, ugye volt az Arkeusznak egy Number One című tehetségkutatójuk, amiben a Cash nevű három kisfiú, reformáció, akik három kisfiúval állnak, megnyerték. És közös dalt készítettek, vagyis videóklipet az Arkeus Arttal, melynek álom lett a címe, meg is jelent egy napja, és 233 ezeren látták, hallották, megosztották, és rajonganak értük. Cash nevű reformáció. Fantasztikusak vagytok, kis srácok, és sok sikert kívánok nektek, és zseniális lett a dal, a videóklip pedig fantasztikus. És én azt gondolom, hogy azért nagyobb nézettséget érhetett volna el egy nap alatt, olyan 300-400 ezred, de így is jó, hogy ennyi, még ez szerintem feljel fog ugrani. Azért ennyi idős fiatal kisrácok ilyen tehetségesek legyenek, és ilyen jól elő tudják adni a szöveget. Ritka minta, fehér holló. Szokták ezt mondani, hogy ritka minta, fehér holló. De én azt gondolom, hogy ezek a srácok még nagyon fiatalok, de bízunk benne, hogy halljuk még őket rappelgetni, videóklipeket készíteni, hogy mennyi segítséget kapnak az AK26-tól, azt nem tudom, de biztos, hogy elég sokat fognak kapni. Ezzel a szereplésükkel iszonyú nagy ismertségre tettek szert, már azzal is nagy nézettséget, meg ismertséget szereztek, hogy megnyerték ezt a Rap Number One dolgot. Ugye az AK26-nak volt egy ilyen tehetségkutatója, és őket hozták ki győztesnek, ami tök jó dolog, hiszen azért valljuk be őszintén, az előadás mondjuk zseniális volt. Azért három kis fiatal srác fantasztikus, mondjuk azt fantasztikus szöveget adtak elő, és a stílusuk is, és a kiejtésük is zseniális volt. Egyszerűen hihetetlen, nagyon jó lett ez a dal. Hero tudjuk jól, hogy ő énekelgetni szeret, de szerintem ez fantasztikus lett. Gondolom nagyon sokan mást vártak, máshogy képzelték el az egész AK26 feed Cash kollaborációt, vagy produkciót, vagy közös munkát. Hát most ezt hozta meg. Lehet, hogy már azóta készült több dal is velük. Kíváncsian várom én is, meg szerintem nagyon sokan biztos, hogy várjátok, hogy milyen dalok fognak készülni. Lesz-e még közös munkájuk, vagy rákerülnek-e például az AK26 2020-as legújabb lemezére majd a Cash nevű rap csapat tagjai, és hogy lesz-e egyáltalán valami olyan kollaborációjuk, ami zseniális lesz. Hát kíváncsian várom a Cash. Remélem, hogy fogtok kiadni dalokat. Már nagyon fiatalok vagytok, de azért bízunk benne, hogy egy-két dal azért még belefér ebbe a dologba. Igen, tudom, hogy az iskola fontosabb ilyen fiatal gyerekeknek, de lehet tőlük tanulni és tisztelni kell őket, hiszen megcsinálták a lehetetlent. Ami nem lehetetlen, mert lehetetlen nincs, csak tehetetlen, és aki tehetetlen, az nem tehetséges, és aki tehetséges, az nem az X-faktorba megy, hanem tök normálisan megpróbálja mondjuk a YouTube-on keresztül, hogy sikerüljön. Jó, mondjuk nem mindenkinek lesz olyan sikere, mint a Cash nevű formációnak, mint a három kisfiúnak, hogy egy AK26-tal közös dalt készítsen, vagy videóklipet. Tehát azért valljuk be őszintén, kíváncsi leszek, hogy lesz még egy ilyen húzása az AK26-nak, hogy valakikkel mondjuk azt mondják, hogy jó, akkor velük csinálunk egy közös klipet. Azért az AK26 ennyiből segített a kisrácoknak, úgyhogy én innen is tisztelem az AK26-ot. Azt gondolom, hogy ez az egyetlen egy dalam jó. Az AK26 Everest az is jó lett. De úgy látszik, hogy annyira nem szeretik ezeket a nagyon őszinte és kicsit így pozitív jellegű dalokat. Inkább a vicces, humorosabb dalokat jobban meghallgatják az emberek. Ilyen 1, 2, 3, 4, 8, 10, 15, 30, 40, 50, 100 milliós megtekintéseket lehetne adni. Mint például itt volt a Hero Rip, ami 3,4 millió lett 4 hónap alatt. Na mindegy, igazából nem is érdekes, meg nem is olyan fontos, de ez a dal az AK26 feat. Cash álom. Nagyon jó lett. Én hallgatom, és szeretem hallgatni, mert fantasztikus. Igazából az AK26 ugye az RTM-nek a tagja volt valamikor, de Mr. Bastával ők ugye összevesztek. Én nagyon sajnálom, hogy ők már nincsenek jóban. Igazából nem tudjuk, hogy a háttérben egyáltalán beszélő viszonyban vannak-e, vagy azért megbeszélték a dolgokat. Ez nem is rám tartozik, nem is rátok tartozik, nem tartozik senkire. De én kívánok minden jót mind a két embernek, vagyis mind a kettőjüknek, az AK26 tagjainak és Mr. Bastának is.
Mint tudjátok, ugye Mr. Basta RTM-ben lévő tagokat már kiraktam, maximum most már Z, mint Zamaretti van bent az RTM-ben, hogy mi várható még és milyen meglepetéseket hoz Mr. Basta és az RTM, az majd kiderül jövőre. Nos, én azt gondolom, hogy rengeteg mindenről lehetne most így beszélni, így az AK-26-tal kapcsolatban, rengeteg daluk készült, már évek óta csinálják, szinte a legsikeresebbek lettek, volt már egy közönség találkozójuk, ahol rengetegen ott voltak, nem tudom, hogy ti voltatok-e ott, ha ott voltatok, akkor respekt érte, én még nem voltam, még nem is találkoztam velük, nem mint hogy olyan nagy álmom volna, hogy én találkozzak bármilyen csapattal is, vagy mondjuk az AK-26-tal, vagy bárkivel. Nagyon sokan annyira rajonganak sztárokért, hogy találkozhassanak velük. Oké, értem, persze valami boldogsággal tölti el az embert. Én is így voltam egész kis koromig, hogy jaj, de jó volna ezzel is azzal találkozni, de rájöttem, hogy igazából az, hogy találkozunk, az jó dolog. Sok mindenkivel találkoztam, például LL Juniorral találkoztam, meg még sok más emberrel, például Kós Jánost is láttam, őneki örültem, hogy láthattam élőben utoljára szegényt. Ugye ő már nem él. És én azt gondolom, ja igen, az Ildikó Hónajmirigy is volt egyszer itt nagyon-nagyon régen. És még nagyon-nagyon sokan mások is voltak itt. Mondjuk itt volt a Radics Gigi, Kökény Attila. Ki volt még itt? Esem. Olá Gergő. Jó, hát ők azért ugye tehetségkutatóban. Inkább Olá Gergő, Esem az pedig egy zseniális előadó volt, de amikor itt volt, azért úgy érdekes volt az előadás, meg egyebek. Olá Gergő is jó volt. Ki volt még itt úgy nagyjából? Nem tudom. Sokan voltak már, de hogy kik lesznek még itt, nem tudom, de majd kíváncsi leszek rá, hogy jönnek-e valakik. Úgy voltam úgy, hogy jön Radics Gigi, de aztán betegségre hivatkozva nem jött el az ide meghirdetett koncertre, ami szerintem igazából kamu volt az egész, csak meghirdették, aztán hirtelen, amikor le van fixálva egy dolog, akkor nem értem, hogy miért nem jött el. Ez fura. Na, visszatérve az AK-26-ra, sokszínű dalokat csinálnak, sokszínű klippel, sokszínű dalszöveggel, és kíváncsi vagyok, hogy milyen márka neveket tudnak még bedobálni videóklippekbe és egyebekbe. Nem? Ti nem tudom, hogy vagytok vele, de én úgy vagyok vele, hogy kíváncsian. Várom az egészet, mert érdekel engem már. Turu-turu-tu-tu. Rip-rip-rip. G.I.N.O. Big Mac. Zárka. 4 hónap alatt 494 ezer. Érdekes, hogyha G.I.N.O. szólódalokat csinál, videóklippeket, azokat nem nézik annyian. De a Hero csinál azért az kicsivel nagyobb nézettség, néha-néha. Látom, hogy azért itt a Hero Karma 400 ezer fölött, Hero úgy, ahogy én 397 ezer, Hero felők 800 fölött, 800 ezer fölött, Hero idegenek 1 millió, GINO, Metzger Victoria Beton 2,2 millió, Hero Lamour 400 ezer fölött, Alkausot Everest 900 ezer fölött, AK-26 feat. Cash Álom 200 ezer felett, tehát hogy azért fura. Hero feat. Pinky Baby 2,2 millió. Mit volt a, mit tudom én, Family 2,1 millió, Mateo 4,1 millió, Pacino 7 millió, Vissza 3,2 millió, Pastor 1,7 millió, és még etc. 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 Vagy AK-26 Feromon, ami 5, 2 millió lett. Nagyon nagy dolog ez, és nagyon király. Így van? Én tudom jól. Azért is húzom ilyen sokáig ezt a videót, hogy azért mindenképp jó legyen. GINO árnyak 1,2 millió egy év alatt. Feromon promo, hát jó. Number van 6,3 millió. Veyron feat. GINO. Kein Gangster, ugye a német daluk, videoklipjük, hát az egy szar. Már bocsánat. Bocsánat, hogy ezt kimondtam. Jézusom, Veyron, te szar vagy. Veyron egy szar. Nem szeretem hallgatni a dalait. Egy-kettő dalát hallottam, de úristen, na jó van. Hero, Kylie Jenner, Kylie Jenner. Ugye. Micsoda nagy dolog ez.
Na, ennyit szerettem volna ezzel az egésszel a leírásban megtaláltok mindent, és legyetek nagyon boldogok, és nagyon sikeresek az életben, és mindent elértek, amit akartok, ne legyek tehetetlenek, csak tehetségesek. Szevasztok! Aj, da 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 da